Tenni kell. Amú? Ha? Ott a sörtű. Nincsen nekem. Minden? Sem. Telettem magamat, hogy kóstolgattam. Egyéb. Sziasztok! Sziasztok! Itt a sült paprika. Mindjárt majd csinálok helyet, lerakom a telót. Sziasztok! Jól néz ki, köszönjük szépen! Jól néz ki, hagyjál, de nagyon is finom. Paradicsom, karalábé, töltött karalábé, töltött paradicsom, töltött paprika. Sziasztok! Megint a beszédefektus nyomom. Most megint majdnem mókus hangot csináltam. Sziasztok! Sziasztok! Már nem bírtam. Olyan éhes vagyok, de olyan finom. Gyerekek! Aztán jövő héten is megismétled. Erős? Nem. Lassabb. Annyira sietek. Éhes, éhes vagyok. Tényleg. Éhes gyerekek. De jó. Milyen? Finom, nagyon szívem. Csináld így, akkor nekem ide. Suká, finom. Mert ez már csak megy a TikTokra. Így egy kis rövid videóba. Húzó, de rövid paprikával. Örülök, ízni. Olyan fécsű. Mindjárt olvasom, gyerekek. Na, mert most jön meg. Köszönjük a rózsát! A darált hús, nem kell kóla. A darált hús megakadt itt. Hozzá minden. Ez a darált hús amúgy. Olyan jó ízűen eszel. Miót főztél? Töltött paprikát. Töltött, köszönöm. Töltött paprika, töltött karalábé, töltött paradicsom. Nézze már. Töltött paprika, töltött paradicsom, töltött karalábé, tik. Sziasztok! Szia! Szia mindenkinek! Sziasztok! Itt a paprika, itt a karalábé. Ja, vettem szószt. Exotikus szósz. Ananászos, gyümölcsös szósz. Remélem, hogy a filet nagyon gusztán főzöl mindig. Szerintem meg. Nem meg a viccelet. Így van, igen. Megbecsüljük egymást. Egy édesem. Mi van? Azt mondják így, hogy várjál, visszaolvasom. Remélem, megbecsül a férje, egy nagyon gusztán főzöl. Mondom így, nem, mert szerintem igen. Arról szól az élet, a kajáról? Arról, így van, mert fontos. Ne, nekem mi? Ha valami nem jön, rögtön kiabálsz, feszeked el velem, hogy szar, rossz. Akkor arról szól. Most úgy mondtam, megbecsül. Mi? Most megbecsülöm. Hát megbecsülöm én, de összesődik a becsülömmel. Jaj, hogy mindenne legyen. Minden jó. Hány éves vagy, ha... De azt is mondták, tudják. 42, sziasztok! Miért teszel? Hát, mert jót főztem. Egy finomat megfőztem, azt én úgy vagyok fel, hogy megeszem. Nem, itt nem fájt a tetkó. Amúgy tudom, hogy megbecsül a férjed, mert mindig rendes velünk. Na látod el, így van. Köszönöm. Veletek is rendes. Akkor hogy ne lenne már? Csini a ruhád? Jézusom, nem is látszik rajtad. Ó, köszönöm, Vivikém. Én körmös vagyok. Ilyen körmöket csinálok, ehhez hasonlókat. Ezt is magamnak csináltam. Ha közelbe vagytok, 50-60 kilométeres körzetbe jöhettek, akkor az még belefér.
mert 4500-ért csinálom, plusz-minusz a tank. Szerintem megéri, ha olyan 60 kilométeres körzetbe vagytok. Nem? Elmész? Nem, eljönnek. Ez már ne, nem azt akartam írni, csak kijavított azt itt. Ja. Jó, azt is szépen így mondtam vissza neked. Jól van. Miért teszed? Töltött paprikát, töltött karalábét, töltött paradicsomot. És tettem rá ananászos szószt. Ez egy ananászos, egzotikus szósz. Apatyi, köszönöm a rózsát. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Ó, köszönöm szépen, Jenner. Köszönöm az új szívet is, apatyi. Itt vagy amúgy, már rég láttalak, apatyi. Vagy itt szoktál lenni, csak nem írsz? Anyukám is körmözik, aha, az jó. 1, 2, 3, 4 tetkó. Nagyon jó áron csinálod a körmöt, ugye? Biztos. Ugye, úgy, ugye? Azért mondom, hogyha úgy vagytok vele, eljöhettek. Ha úgy vagytok vele, hogyha belefér nektek az a 60 kilométer, szerintem az még a határon belül van, akkor szívesen várlak benneteket. Nyugodtan jöhettek. Mivel töltötted? Darált hússal töltöttem, amit a paradicsomnak a belsejéből kiszedtem, meg a karalábé belsejéből. Köszönöm, apatyi, köszönöm a szívet, az új szívet. Azt is hozzákavartam a darált húshoz, és ezt pároltam össze, sóval, borssal, delikáttal, fokhagymával, és utána megtöltöttem a paprikát, a karalábét, nem, de karalábét. A karalábénak azt szoktam mondani, hogy karfiol, ne is törődjetek vele. Én mennénk hozzád. Hát, ha közel vagy, gyere. 4000-4005. Puszilak, Melinda. Puszi neked is. Jó, oké, bejelöltél. Lettike, Berki. Rendben. Próbálok mindenkit visszajelölni. Csak van, amikor már remengedi a Facebook, hogy jelöljek, mert hogyha egy nap sokat jelölök vissza hirtelen, olyankor egy kicsit megáll. Ez is milyen érdekes. Megvan határozva az a emberszám is, fő, hogy mennyit jelölhetsz vissza. Úgyhogy csajok, mindenkit visszajelölök, jó? Csak majd hagyj engedje meg a Facebook, hogy újra tudjak jelölni, visszafogadni. Jaj, de örülök nektek, feldobtátok a napomat. Tényleg? De jó, örülök neki. Te olyan jó szándékú lehetsz. Köszönöm szépen. Na, biztos, hogy az. Szia, bejukat. Köszönöm, Morsa, meg neked is édesem. A morzsának a rózsát, neked meg a lyukon szívást. Sziasztok! Pont kaptam egy rózsát is, amikor kimondtad ezt. Szia mindenkinek! Ennyi idő az építés. Hát mindennel együtt szakpak 2,5 óra hosszát szánok rá. Szerintem jó idő csinálsz. De hamarabb végzek amúgy, de a 2,5 rászánom. Te vagy a legaranyosabbi TikTokon. Köszönöm szépen, Mónikám. Én örülök neki, ha ez a véleményed róla. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem is ő. Sziasztok! Szia mindenkinek! Hát én örülök neki. Ezt írjátok, ez a véleményetek róla, mi így érzitek. Hát, ó, várjál még. Azt nem látod, még csak leöltöttem? Nem megy. Annyira össze van szűkülve a gyomrom, hogy nem bírok enni amúgy rendesen. Mondjad! Jó, ha? Tedd le oda, le! Egyé, nyugodtan már, babám, ne kapkodj! Közben a TikTok mi a csillagjegyed? Nyilas! Nyilas vagyok. Pozitív, optimista. Mindig csak a buli, mindig csak a jókedv. Nem szeretem, hogyha rossz kedvű valaki. Sziasztok! Mindig jönni, menni, úton lenni, soha itthon, csak menni ki a marra a világba. Sziasztok, hú, de szép vagy, kis kedves arcú, és a párod is olyan aranyos, összeilletek. Köszönjük szépen! Köszönjük! Ti vagytok a kedvenceim, azt írja Szandi. Köszönjük, örülök neki. Meg nekünk. Igen, ugyanúgy. Mindjárt jók vagytok ti is. Normális itt mindenki. Miből van a sok arany? Szeretetből kaptam. Szeretetből van. Abból van, hogy... Na, hogy mondtátok, megbecsülés. Ez ugyanaz, nem? Meg
meg szeret. Ha valaki szeret valakit, akkor szeretnek adni. Azért kaptál járniban, már imádom. Ennyi. Olyan kis aranyosak vagytok. Köszönjük, mindig nézem a főzős videóidat. Köszi szépen, nézzed továbbra is. Ma tettem fel a sárga borsó főzelékeset. Nagyon szeretem a köszönöm. Alig várom mindig, hogy legyen live. Itt vagyunk pedig. Azért live-ozok sokkal, tudod, mi mindig ezt írják. Köszönöm, kicsi a rózsát. Puszilla, kicsi 79. Igen, Halmajon. Van gyerek, igen. Így van. Akkor már újak ezek, nem? Igen. Így van. Hát napról, na már lassan 40 ezeren leszünk. De szuper. Azért persze, nem mindenki látott elejétől fogva, mert mindenki ismer minket rendesen, azért kell mindig elmondani többször. Én is kíváncsi vagyok, ha követek valakit, hogy megkérdezem, mit csinálsz, hova valósi vagy, hány éves vagy, ha már egyszer követem, meg szimpatikus, meg ha valaki szimpatikus, azért kérdezősködsz, mert szeretnéd tudni, hogy milyen, nem? Mások meg megsértődnek. Azután érdeklődik. Érted? Mert más TikTokostól kérdezik, hogy hány éves vagy, hány gyereked van, hol laksz, hol élsz. Azért kérdezik, mert kíváncsiak rád. Nem azért, mert le akarnak nyomozni, meg nem tudom. A rosszul, de látni, nem rosszul nézni. Kell felfogni mindig a dolgokat, mert mindig azt érezni, hogy az engem bántani akar, az engemet le akar alázni. Az biztos, hogy engemet el akar tüntetni a föld színéről, de nem hagyom, most geca, kemény leszek, nem érted? Ezeket nem szeretem. Hát nem. Szia, Melinda, meg vagy elégedve, szállj fel. Igen, meg. Nekem tetszik, látjátok, olyan, mintha igazi lenne. Én is. És a Falkónak is tetszik, örül is neki, és azt mondta, hogy finom és dús. Értitek? Finom és dús. Hát, egy kicsit olyan jó ízűen eszel, mindig imádom nézni. Már most már eszem, mindjárt. Szép délután. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Közös gyerek nincs. Nem győzöm mondani a Melindának. Van szépen eszik. Jaj, komolyan. Így van, Timike. Valakitől még azt se lehet megkérdezni, hogy mit főzött. Ja. Mi között hozzá? Nem főztem. Hagyjad, éhezünk. Így válaszolnak. Mi van, azért kérdezted, mert azt hiszed, hogy nincs itthon kaja. Kinyissam a hűtőmet, geci. Kinyitom a hűtőt, és kiömlik belőle minden. Na, érted? Van, aki így fogja fel, van, aki nem így fogja fel. Köszönöm, köszi szépen. Nem, már nem csináltatom, így már szép, de szeretlek. Szia, szia, Rábiám! Puszillak, feltöltötted már te is az ajkaidat, Rábia? Azt mondtad, van intervallumod, vagy mi az időpontod? Még intervallum, ne se jó mondtam. De nagy, idősebbek a gyerekek? Igen, már mind nagy. Sziasztok, csinos vagy, Meli. Szia mindenkinek. Sziasztok! Szia, 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 Gitta! Szia minden... Igen, a páromnak is van gyereke, 5. De imádlak a férjeddel együtt. Nagyon jól csináljátok. Köszönjük, Robika! Köszönjük szépen! Köszönjük! Szia, szép! Szia, Mónikám! Mert te értelmes vagy. Hát nem... Nem azt mondom, hogy fúlos ért... Köszönöm a rózsát, Bet! Puszillak, nem azt mondom, hogy kajakra full értelmes vagyok, meg mindent tudok, de azért gondolkozzunk már egy kicsit. Magamból indulok ki. Na. Hogy este neked? Magamból indulok ki, hogy én milyen vagyok. Hogyha én valakitől kérdezem, vagy akár, akkor úgy válaszolja. Ez meg olyan embereket is vonzasz be, akik nem rosszból kérdezik meg. Nem gondolják, nem tudom. Ha valaki már alapból, valakinek ez a kisugárzása, hogy rossz indulatból akar kérdezni, akkor meg rossz megérzi. Indulatból, ha valakinek olyan a kisugárzás, hogy rossz indulatból akar válaszolni, rossz indulatú embereket kap. Így van, csak pozitívan. Mit teszel, bátyám? Azt kérdezi a Robika. Töltött paradicsomot eszik, töltött paprikát, és töltött karalábét. Már mondja, elfogy. De már szedjed még, most lakjál, jó? De miért látod, innen is eltüntettem? Ja! Na jó, kérlek. Na jó, igaz. Sziasztok! Nem látok szöveg nélkül. Olvasod.
hogy szépen hagy egyen, utána majd jön vissza ott a másik telefon, és jó étvágyat, azt írják. Köszönöm neked szépen. A Robika, minden kasztira jó étvágyat. Köszönöm. Köszöni szépen. Töltött karalábé még nem ettem. Ó, nagyon finom, próbáld ki a töltött karalábé, de biztos finom. Próbáld ki. Gina, próbáld ki. Szia, múltkor mutattál egy névajás krémet, és azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed azóta róla. Szerintem simítja a bőrt. Sima a bőröm, puha a bőröm tőle, nem pattogok ki, nem okoz pattanásokat, semmi ilyesmi irritációt sem. A pigment foltom még dolgoznia kell. A pigmentációval még nem nagyon tudott mit kezdeni, de nem is lett erősebb. Hogy készíted a töltött paradicsomot? Fent van a YouTube-on róla a videó. Most töltődik fel. Fent van ez a mai recept a YouTube-on. Szia, Julcsi! Sziasztok! Egyelek meg! Na. Szegény! Na! De majd eszek! Tudom, hogy jó a cév... Már ennyi? Elég, ó, nagyon szépen, na, egészségedre, drága! Örülök neki, hogy ízlek, baba! Majd mindjárt jó itt vagy, nagyon guszta lett, ügyes vagy, drága! Köszönjük szépen, Kriszta! C-vitamin szérum! Igen, tudom, hogy jó a C-vitaminos szérum, de amúgy én a retinolt akarom kipróbálni. Kipróbáltam. A retinol azt mondják, hogy világosít. Láttam a déljembe 2600 forint. Az jófajta 2000 forintos. Nem tudom, nem vettem meg. Mi de kell lesz? Világosítaná az is a májfótot. Azt még soha nem próbáltam. Nem megpróbáltam. De nem vettem még meg, mert... És ha allergiás vagyok rá, azt ilyen pattanásaim lesznek tőle. Nekem oda kell figyelnem. Szia! Karalábé, töltött paprika, töltött paradicsomot. Hova való vagy? Igazából kumadarasi vagyok, de amúgy Halmaugrán élünk. Retinolt, Ordinár márkájú a legjobb. Arról is hallottam már. Ez is a 2500 forintos árkategória. Em így meg. De majd még utána olvasok inkább még véleményeket. Szia, Julcsim! Puszila! Az Ilcsinek van nagyon jó pigment foltra. Küld már át nekem, Ildikó, Messengeren, légy szíves. Beuska, köszönöm a rózsát. Mi a baj? Jó lakott, nagyon azt mondja. Hol ismerkedtetek meg a pároddal? A Facebookon. Egészségedre, drágám. Akkor azt a kis, nem merem, nem tudom, hogy meg tudom enni. Imádlak? Mi is imádunk? Engem is érdekel. Na, engem is érdekelne az az Ilcsis valami, Ilcsis krém, vagy mi lenne az? Pigment foltra. A Facebookon, Lólé Melinda, Messengeren, ha elküldöd, hogy melyik az, akkor előre köszi is. Már tényleg már nem akar, nem tudom. Szenvedek tőle. Itt van. Figyeld, látod? Látszik. Itt van. Még az, hogy itt van a kontúr irányban. De amúgy ez se szép élőben, még jobban nem. Látszik, igaz? Szóljatok, látszik? Oda jól a szám, így oldalról. Ilcsi, jó. De csak 100-ból 3-nak. Ezt mondom én. Mi? Ja? Csak 10-ből 3-nak? Nem is látszik. De látszik. Csak a fény. Itt van ám annyi spotty lámpa. A sok spotty lámpa. Olyan jó megvilágosodásban vagyok. Jó a megvilágítás, csak szólok. Na. Itt két oldalt van. Hát itt is lá. Itt van. Látszik. Itt van. Azok ott májfoltok. Na, így van. Na. Igaz-e, hogy látszik? Na, mondtam. Na, ezt mondtam. Ezért kellene valami jó. Így van. Nem tudom, hogy ez hormonális-e. De ez májfolt, pigmentáció, elszíneződés. És azt is észrevettem, hogy a napon még jobban megerősödik a naptól. Igen. Úgy vagyok fent a facén, hogy Lólé Melinda. Lólé Melinda. Látszik. Na, erre egy valami jót, de azt tudjátok, hogy én érzékeny vagyok. Jaj, köszönöm szépen, Cordella. Köszönöm szépen, kecske.
Voltál ezzel orvosnál? Ó, egyszer régebben voltam, naptejet adott. La Roche-Posay-nak az 50 faktoros naptejét. Ennyi. Epelis nagyon jó, Epelis. Erről, mintha hallottam volna az Epelis. Ja, azt is használtam, az Epeliszt. Használtam már. Tényleg, el is felejtettem. Egy doboz Epeliszt tavaly nyáron elhasználtam. Igaz? Arra lett volna amúgy, nem volt tavaly se semmi bajom amúgy az Epeliszt. Ja, most visszagondolok, lehet, hogy jó. Mi jó, hogy ezt látná, ezért jó, hogy itt vagytok, ti is adtok nekem tanácsot, meg segítünk egymásnak. Igaz, tényleg. Napallergia, napvédele. Igen, naptejet használok minden áldott nap, a Revoxos naptej a legjobb a világon. És a C-vitamin halványítja. C-vitamint is használtam rá, csak a C-vitamintól én kipattogtam, mert nekem az még így hirtelen erős volt. Várjak, ide állok. Jó. Jó. Jaj. Utána elpakolok, utána elpakolászok. Itt vagyok, ismered a... Hogy ne ismerném a Csóré Bélát? Szerintem mindenki. Csak szegény már elment. Szeretlek, mert nem vagy gizda, pedig jól élsz és őszinte vagy. Jaj, köszönöm szépen, Russzó. Hát én, hát az már akkor nem élennénk. Én ilyen vagyok, amilyennek mutatom magam. Amilyennek látszok. Én, ja, melyik az? Használok a pöttyeimmel, és az bevált nekem, így nem viszkett, és nem kaparom veresre. Véresre. Köszönöm, Edith, a rózsát, puszillak. A tatókrém az mire való? Májfoltra. Jaj, de jól néz ki az a kaja előtted. Köszi szépen. Karalábé, töltött karalábé, meg töltött paprika, töltött paradicsom. És már merül a telefon. Nem mindig merülésbe vagyunk. Sziasztok, voltatok a ballagáson? Voltunk, és jó buli volt. Mikrotusz, így olvasom, mikrotusz, kezelés jó, nagyon nem fáj. Ez igaz, tényleg ilyen, mindig is ilyen volt a Melinda. Igaz, Julcsi? Majd mindjárt csak már megeszem. Amúgy mindjárt kikapcsol. Mi? A telefon. Utána majd viszünk át mindjárt, jó? Szóval de a napkrém már márciusban el kellett volna kezdeni. De én télen-nyáron használom. Én soha nem hagyom abban a napvédőzést. Nálam nincs szünet. Télen, nyáron, ősszel, tavasszal mindennapi krémem a naptej. Soha nem hagyom abba. Télen is használni kell, nem csak nyáron. Télen is van UV-sugár, csak ezt sokan nem tudják. José Armando azt írja, hogy a Falkó az én pasim. A José Armando. Armando. Nyálmár. Vigyed! Tudod, mit Armando? Fogd a nőt és fuss! Istenem! Madrazson ismered a Seres Tibit? Igen, ismerem! Szép vagy! Hosszi Armando, várjál már, hogy tilts! Te bögölj kutya! Bárki tiltalak? Innen? Csira! Na, már negyedik éve. Sziasztok! Ja, igen, a sógorod, Rituska. Hogy ne ismerném már a Tibikét? Milyen sokat játszottunk együtt. Hogyne? Pont most néztem a sárga borsó főzelék receptedet. Na, igen. És annyira meg kell főznem, annyira megkívántam. Na, örülök neki, csináld meg, Rómeó a fiam. A Melinda pedig a lányom. A Rómeó meg a fiam. Nagyon szép lett a szád, megkérdezhetem, ki csinálta. Budapesten csináltattam a Váci út 76-ba.
Tiszaburáról nem ismerek senkit. Mi a kaja? Karalábi. Töltött karalábi és töltött paprika. Ja, tiéd is ilyen? Szó-szó. Szó-szó. A paprika. Vagy gyorsan eszek, mert éhes vagyok amúgy. Jó. Köszi. Ehhez most nem csinálta. Ezt a egy paprikát még megeszem, majd később eszek én, amikor hűvösebb lesz. Tesco-ba. Ananász szószt a Tesco-ba. Bejött, mikor nyissák, nem húzzák befele. Én mindig rögtön behúzom. Állnak az ajtóba. A narancsbőr szerinted gáz, nagyon szép faj. Nem gáz, most miért volna gáz amúgy meg a narancsbőr? Nem az. Hát, ha nem múlik el, akkor nem tud az ember mit csinálni vele. Ha valakinek narancsbőre van, és akkor nők vagyunk, szültünk már. Érted? Ha valamennyire lehet kezelni, vagy elmulasztani, akkor mit tudom én? Az ember megcsinálja. De nem esik át még a csúnyaságra. Na, szóval valakinek ez a narancsbőrös a bőre. Szerintem mindenkinek van narancsbőr. Ah, szerintem mindenkinek van. A cukormentes keksz hízla le? Hát mértékkel kell azt is enni, mert amúgy az is hízlal. Kisukázáson is látszik, kedves anyosan, jó mindjárt ezek, megfogják az embert. Tényleg? Köszönöm, Mónika. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy ezt írtad. Ja, van rá masszázs is, a narancsbőre hallottam róla. Puszillak, honé, szia! Sziasztok, köszönjük! De szép a láncot, köszönöm! Töltött paprika, töltött karalábé, töltött paradicsom. Már amúgy minden hízlal, jól mondod, még a levegő is. Akkor már nem is csináljunk semmit, nem? Jó van ma. Annyi én is, hogy este nem eszek, igaz? Na, mert most ez a nagy meleg van, meg nagy nyár van. Azt nem reggelizek, nem eszek úgy. Most is, hogy főztem, kóstolgattam, amúgy már avval is jól laktam. Igen, fel van Marian. A szám az fel van töltve. Szia! Szia, Maci! Szia, de jó, hogy itt vagy! Szia, babám! Te én vagyok a legkedvesebb, akit ismersz? Jó van, akkor látnál személyesen. Nem igaz? Jaj, de jó, hogy itt vagy! Mit csináltok, Maci? Mikor tiktokkoztok? Nagyon szép a szád. Fájt a töltés. Már az most ez a töltés nem. Nem. Sziasztok! Nagyon szeretett titeket. Köszönjük, Timikém, puszilak. Mi is titeket. Már régóta írok, de nem veszel észre. Jaj, az lehet. Az lehet, már rég, ma itt írkáltál, ezt nem olvastam el. Jaj, bocsi, nem láttam. Sziasztok! Szia, drágám! Kenderesről? Szia! A néném is ott lakott Kenderesen sokáig. Én is itt vagyok.
Ja, szia, Niki! Jó, most már látlak benneteket, most már itt vagytok, jó? Egyik szobába én, a másikba, mindketten téged nézünk. Ja, anyuval, anyud is. Meg te is egyet szobában, mind a ketten. Jaj, de jó, örülök neki, hogy itt vagytok ti is. Sziasztok! Csöröszék vagy. Nem kacsás, mint másoknak. Hát remélem, hogy nem lett kacsás. De úgy tényleg nem kacsás, mert akkor látszan olyan, tudom én, íves. Íve, van neki egy kis íve, de nem lett szerintem sem kacsás. Hát még az a jó, hogy a Falkó bent volt, igaz? Mert mondta, hogy hova kell még tenni, hova kell még tölteni, mit kell még rajta igazítani. Itt még egy kicsit lila látszik rajta, de ez már így lesz. Tényleg, mély volna ribis? Nem mondom már. Mi valaki azt írt, hogy ribis, de az már csak kötözködik, mindjárt kiírtam. Lefújom légyírtóval. Ribis! Küldesz egy puszit! De szép a gyűrűd. Köszönöm szépen! Hány éves vagy? 42? 43 leszek decemberben. Szép lett. Köszi szépen! No! Fekszünk, pihenünk, nagyon meleg van. Ja! Nem bűdjük odakint az udvaron, meghalok éhen. Téged nézlek! No! A Maci éhes! Jó volna közelebb laknál. Vagy nem? Ne te lakjál erre. Mi mennénk arra? Nagykőrös vele, mi? Kecskemét, nagykőrös. Arra lakni, jó volna? Ja. Dík, hát hogy ne lenne már? Mi laknánk arra? Felétek. Kecskeméten. Most akkor mondanám, gyertek el. Csináltam egy kis töltött paprikát, kis karfiollal. Nagy karalábéval. Töltött paradicsomot. Szedek nektek, na, gyertek, na, egyéno. Kóstol már, mert jó van, ma egyéno. Azt átjönnétek, iga? Töltött karalábét, mindig azt akarom mondani, hogy karfiol, azt nem karfiol, karalábé. Pesten csináltattam a számot. Nagyon jó étvázi. Köszönöm. Sziasztok. Pedig van girosz, meg rakott krumpli, de lusta vagyok kimenni. Ja, lusta vagy még felkelni is. Hát elhiszem amúgy. Akkor jó meleg lehet ott felé. Mi lehet még arra melegebb van, mint erre? Ki tudja. Na, pedig amúgy jó a girosz, de rakott krumplit is szeretem. Lusta vagy felállni. Szóljál Nikinek, vigyem be neked. Be, az ágyba, egyél egy kicsit. Csinál. Igen. Hol? Ja. Pesten. Pesten csinálták a Váci úton. Köszi. Sziasztok. YouTube-on fenn van a recept. 36 fok van. Az igen. Ott meg 33. Itt is van 33. Én csak döglök a szobába. Na, mindenki csak ki van feküdve. Még jó, hogy itt nekünk megy a klíma. Annyira gyönyörű. Köszönöm szépen, Jankám. Puszilla. Puszi mindenkinek. Olyan jó ízűen eszel, hogy jól lakom azzal. Tényleg, Maci? Hát akkor együnk, ahogy illik. Együnk, ahogy köl. Nagyon jó karalábé amúgy. Örülök neki, Katalin. Egészségetekre, Katalin. 35 fok. Mondom. Egerbe voltunk, Maci. Ez az Egri strand. Ti is mentek, nem? Rózsi is mondta, hogy mentek. Vagyis, hogy Egerbe fogtok menni. Vagy már voltatok Egerbe? Ez Egerbe van. Érsekkert mellett van. Tudjátok, a Népliget mellett. El se lehet téveszteni. A nagy strand.
Szerintem amúgy is ott tekerben az egy strand van. És van egy lefele egy nagy, mély lépcső. És az néz ki olyan sziklásnak, olyan barlangosnak. Sziasztok, köszi szépen! Én külföldön élek, és majdnem... Jaj, ott majdnem 45 fok van. Ott 39 fok, nagyon meleg. Ó, az is. Na, most megyek én is enni. Egyetek már, jó étvágyat! Nekem is decemberben van a szülinapom, 6-án, Mikuláskor. Nekem meg 5-én, december 5. Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Várjatok, közben olvasom. Sziasztok! Azért mondom, hogy menni akartatok ti is, vagy menni fogtok majd az Egri strandba, strandra, igaz? December 27. YouTube-on fent van a recept. Megint éhes vagy, Noncika. December 4 a szülinapom. Majdnem egy napon születtünk, nekem 5-e. December 29, december 20, december 17, mindenki decemberi, mint én. Nem. Jó sok decemberiek vagyunk itt. Heves megyéják vagytok, igen. December 6, mondom. December 12. Mondom, én mondom a nyilasokat. Március 9. Na. December. De most komolyan tényleg. Nyilasok, azaz. Jó mondod. December 5? Akkor egy napon van nekünk. Ó, na Vivian, lányod, ez december 18-án született, a kisért 2 hét múlva születik meg. Na, gratulálok, sok-sok boldogságot, egészséget nektek. Április elfeje. 2-28. December 28. December 4. Július, április, július. Te is decemberi vagy. December 31. A Silvester! Jaj, nem mutatom a két. Az én kisfiamnak is december 5. No! Akkor van egy pár decemberi. Halmajuk rá. Sziasztom! Tűzjegyűek, vagyunk egy páran. Tényleg? Tényleg, Niki? Ó, örülök ám neki. Amúgy én minden nap bámulom a főzős főt, és ha nincs új, a régieket nézem, de egyfolytába. Puszillak, babám. Töltött karalábé, töltött paprika és töltött paradicsomot eszek. De már most már megyek. Szeptember 11, október 29, lányom októberi, Falkó októberi, december 2, akkor van a névnapom, december 2-án. Ingrida, sziasztok! Nagyon jó ez az ananászos exotic sauce, az a neve, hogy exotic sauce. Nagyon finom hozzá, erre a darált húsosra is. 9. Szeptember 9. Az unokám szeptember 8-án született. És kos is tűzjegy. Szípac. Szípac. Köszönöm. Csip-csap-csup. Csip-csap-csup. Amúgy tényleg nem... Várjál. Tényleg 20... Ó, hol van 24-nek son, de azért köszönöm szépen. Hialuronnal van töltve. USA-ba élsz, tényleg? Ó, de jó. Én mennénk Rióba. Rio de Janeiro, Kuba. December 20. Hogy vagy? Szia, Enim! Mi újság veled? Jó minden. Jó vagyunk. Köszönöm kérdésed. És te hogy vagy? Mernyéről. Jaj, azt nem tudom, merre van. Viszünk át az anyósnak is ilyen sült paprikát, gyerekek, meg... Van még karalábé, van. Átvisszük. Igen, igen, itt. Jaj, köszönöm, Patriciám, nagyon kedves vagy. Somogy megye, arra én még sosem voltam Somogy megyébe, szerintem.
Köszönöm. Tényleg megfőzted a Dela. Egészségetekre. Köszönöm. Annyira eszem, annyira folyik a nyálom, ezért a szósz véget folyik a nyálom. Ez egy maga. Ez véget, legjobban. Jól vagyok én is, köszönöm. Most jöttem haza Szoliból. Jó. Fel vagy töltve D-vitaminnal. Ukránba? Jaj, most nem. Tényleg? Várjál, nagyon jó embernek tűz. Nagyon kedvel, tökéletesen főző. Köszönöm szépen, Nikin. Kuszilla. Usa? Tényleg? Köszönöm szépen, Sálika. Köszi mindenkinek. Az a szósz olyan, mint neki be volt édesavanyú szósz, ugye? Olyasmi. Attól finomabb. Ananászos szósz. Sokkal jobb tőle. Ananász van benne, meg paprika. Gyümölcsös, pikáns szósz ananász darabokkal. Van benne ecet, ananász, piros. Mindjárt lemerül, újra mondom. Ananász, piros csemege, paprika, alma, vörös hagyma. Alma is van benne, és érzem az almát is. Az ananászt is érzem benne. És a piros csemege paprikát is. Nagyon finom. Hol vettem? A Tesco-ba vettem. Önmagát eteti. Köszönöm szépen, Ildikó. Ez fent van a YouTube-on ennek a receptnek a videója. Ez videó erről. Töltött paradicsom, töltött paprika, töltött karalábé. Bomba vagy. Köszönöm, Patriciám, nagyon kedvesek vagytok. Igen, vannak gyerekek. Van két gyerekem, van unokám. Töltött paradicsomot, töltött paprikát, és töltött karalábést. Patricia, puszilla, köszönöm a rózsát, kedves vagy. Valaki kapogott. Na, sziasztok, viszünk át akkor, mert már teljesen kifog. Hűni. A töltött almát elfelejtettem venni. Na, elfelejtettem venni almát, mert az almát is megtöltöttem volna ezzel a darált hússal. Utána jutott eszembe, hogy nem vettem. Pedig az alma volt a legjobb. Ki az? Mondjad. Babkujás, az jó egészségedre. Hát nagyon szerencsések a gyerekek. Köszönöm szépen, Nikim. Van unokám, igen, 2 éves és 9. 2 év, 10 hónapos. 9. Szeptemberből lesz 3 éves. Köszönöm. De szép vagy. Köszönöm szépen mindenkinek. Majd még próbálunk még ma visszajönni hozzátok. Jó, dumcsisztunk, beszélgettünk, ittunk, kettünk. Ennek a kajának a receptje meg a YouTube-on fent van. Most töltődik fel. Puszilok mindenkit, legyetek jók, vigyázzatok magatokra.